Flór Tomi elmondta, mi van közöttük Szabó Zsófival igazából. Több ez egyszerű flörtölésnél. Flór Tomi és Szabó Zsófi hetek óta ugratják a követőiket sejtelmes üzeneteikkel, amivel mindig arra utalnak, van köztük valami. A Bell Hello Front embere most elárulta, a dolgok nem alaptalanul történnek. Minden egy elvesztett fogadással kezdődött, amiért az volt a büntetés, hogy tangát húzzon és jelölje be Zsófit a fotón, mintha az övé volna. A műsorvezetőnő, aki nem régen vált el a férjétől, meglepően viccesen reagált a szivatásra, azóta pedig elindult közöttük valami. Nem titkolt dolog, hogy nekem tetszik Zsófi, kezdte a zenész a Hot magazinnak. Minden úgy kezdődött, hogy Istenes Bence barátom műsorában elvesztettem egy fogadást, amiért az volt a binti, hogy egy tangát húzzak és jelöljem be rajta Zsófit, mintha az övé lenne és nálam hagyta volna. Akkor meglepően viccesen reagált, a következő műsorban pedig ő volt a meglepetés vendég. Én persze egyből szívtem a vérét, de jól állta a sarat, emlékezett vissza. Poénkodtunk, dobáljuk egymásnak a labdát, de ha rajtam múlik, meg nincs lejátszva ez köztünk. Vallotta be a zenész, aki már rég vágyik egy komoly kapcsolatra, sőt, néhány év múlva akár családot is alapítana. Úgy látja, a Zsófi számára sem közömbös a dolog. Vegyes jeleket küld, néha zöld, néha piros. Sejtelmeskedik, de benne van a játékban. Én pedig szeretem a játékot, sőt, az az egyik kedvencem, ahogy egy kapcsolatban is egy megismételhetetlen ismerkedési szakasz. Szeretem a flörtölést, vallotta be Flór, aki elárulta, most a rengeteg koncert miatt őszig nem kötelezné el magát, hiszen nem lenne ideje egy kapcsolatra heti 5 fellépés mellett. Az sem zavar, ha idén nem nyaralok, októberig úgyis lecseng és akkor elutazhatok egy napos helyre, mint például Lisszabon. Zsófiról olvastam, hogy nem szeret egyedül utazni, tőle mehetünk együtt is. Ki tudja, addig hányszor találkozunk. Mondta Flór, aki tisztában van azzal, hogy Zsófival nem egyforma az időbeosztásuk, hiszen a csinos műsorvezető kora délelőtt dolgozik, ráadásul kisgyermeke is van. Nyilván kicsit erős lenne most ezen gondolkozni, de engem amúgy nem zavarna a dolog. Ha én szerelemben sem, semmi nem állíthat meg, szögezte le a zenész. Berki Krisztián oktat. Szabó Zsófit jól ismeri Berki Krisztián, hiszen egykor ők is egy párt alkottak. A botrányhős most a lapunknak elárulta, mit gondol, mennyi esélye van Flór Tominak a csinos műsorvezetőnél. Zsófi élete legjobb formájában van magához képest, ami azt üzeni, szabad vagyok. Rajta van az eladó tábla, kezdte Berki, aki nem finomkodott a szavaival. A kapcsolatunkról úgy fogalmazott, hogy egy múló rosszul lét volt mindkettőnk számára. Ettől függetlenül jobban vannak, szoktak beszélni. Zsófiról tudni kell, hogy mindenevő, nála a külső nem számít, de szereti az állított pénztárcájú, üzletember típusú férfiakat, ahol nem a vastagság a fő szempont. A Covid után Tominak beindultak a fellépések, ezzel így nem lesz gond, mivel Zsófi nem fogja feláldozni magát egy férfiért. Pont annyit lehetnek együtt, ami mindkettőnek kényelmes, mondta az izomcelebb. Ami fontos szerinte, hogy Zsófit meg kell tudni nevettetni, úriemberként kell viselkedni vele. Hozzátette, Tominak ez menne. Lázálásként üzent is. Nem játszadozunk gyerekes anyukával, felelősen kell dönteniük, mert a gyerek lelke nem játék. Ha megismeri, megszereti őket és utána szakítanak, azt a kicsi úgy éli meg, mint egy válást. Nektek milyen véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről.